Pont beszélnek az ablakalap. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban végre valahára elhozom ezt a videót, amiben a szakdolgozatomról fogok egy kicsit beszélni. Nem is a szakdolgozatomról, hanem inkább annak a témájáról és a kutatás eredményéről, amit a szakdolgozatomhoz végeztem. Decemberben tavaly kiraktam egy ilyen posztot így körülbelül minden social media felületemre, hogy van ez a kis kérdőív, amit összeállítottam a szakdolgozatomhoz, és ehhez kellene minél több kitöltés nekem, hogyha lehetséges lenne. Nagyon jól sikerült az a kérdőív, már csak olyan szempontból is, hogy 1115 válaszom lett a végére, amit lehetett elemezni, úgyhogy innen is még egyszer utólag is köszönöm mindenkinek, aki kitöltötte, illetve mindenkinek, aki megosztotta, mert máshogy az nem lett volna lehetséges, illetve nagyon egyoldalúak lettek volna a válaszok, hogyha nincs benne a többi booktuber társamnak is a keze a megosztásokban, és így sokkal színesebb lett a végeredménye az egésznek, sokkal reprezentatívabb, úgymond. Amúgy, hogyha valaki ezt nem látta volna, ugye az volt a témám, hogy a magyar booktube hatása az olvasási szokásokra. És ez volt a végleges címe is egyébként, de már a kérdőjének is az volt a címe. És gyakorlatilag egy csomó kérdést feltettem ilyen booktube-bal kapcsolatban, meg egy kicsit olvasási szokásokkal kapcsolatban, illetve demográfiai adatok, mert az kötelező. Aztán, már mikor én ezt a kérdőívet kiraktam, többen mondták, hogy majd lehet-e tudni az eredményét, én pedig úgy voltam vele, hogy saját kutatás, szóval gondolom, ezt én így megoszthatom, hogyha valakit egyébként maga a szakdolga érdekel, akkor majd az elérhető lesz a Szegedi Tudomány Egyetem egyetemi könyvtárában, az információs pult mellett lévő néhány gépen, mert van az egyetemnek egy ilyen szakdolgozat repozitóriuma, amiben az összes szakdolgozat felkerül. Én most megnéztem, hogy hát be tudom esetleg linkelni, de nem tudom, mert még csak kb. 24 szakdolgozat van fönt 2022-ből, tehát az enyém nincs köztük. Elolvasni magát a szakdolgozatot csak a könyvtárból lehet, otthon csak le lehet menteni, hogy ezt akarod megnézni, tehát olvasni máshol nem lehet majd. Ha valakit így érdekelnek a hivatkozások, meg ezek, hogy milyen körítést írtam hozzá, meg ilyenek. De ebben a videóban konkrétan ma arról szeretnék beszélni, hogy akkor mik lettek az eredmények, hogy mindenki más is tudja, hogy akkor hogyan is befolyásolja az olvasási szokásokat a booktube, a magyar booktube, tegyük hozzá, mert én kifejezetten arra voltam kíváncsi, hogy itthon mi a helyzet, hogy mi bővülő magyar booktuberek köre mit érünk el azzal, hogy mi csináljuk ezeket a videókat. Vágjunk bele, elettem van az egy kis Excel táblázatom, amiben minden benne van, az összes kérdés. Szerencsére nem sokat kellett kézzel válogatnom, a legtöbbet le tudtam függvényezni, de volt egy-két kérdés, ami szabad válaszos volt, és az jó meló volt 1115 választ végignézni. Na, de nézzük! Első rövid szekció a demográfiai adatok rész. Kattog a székem. Nagyon sok kérdés olyan, hogy egyébként személyes YouTube statisztikából is lehet megtudni hozzá a dolgokat, viszont nyilván a kitöltőkre voltam kíváncsi, meg én csak a saját statisztikámat láttam, hogy abban mi történik, és nyilván az egész változott azzal, hogy más booktubereknek is a nézőköre is töltött ki a kérdőikből. Szóval, hát nemek szerint 90%-ban nők, és 10%-ban férfiak töltötték ki a kérdőívet. És hát 0%, de egyébként volt két ember, aki élt az egyéb lehetőséggel, amit megadtam. Várjunk, valahogy úgy ülök. Így jó lesz, mert akkor be tudom vágni ide. A korosztályok tekintetében a 25-34 éves és a 18-24 éves a legnagyobb, és a 13-17, illetve a 35-44 az, ami még viszonylag sok van, de igazából minden korosztályból van. Volt kitöltöm. Település típusok szerint általában mindig a főváros a legnagyobb, de most nálam az volt az érdekes, hogy a kisváros volt a legtöbb kitöltés. Tehát az 35% volt. De a nagyváros megyeszékhely volt 24, a főváros 23, a községfalu 21, és volt 1% tanyasi kitöltő. Országok szerint pedig úgy nézett ki nyilván, hogy 86% az magyarországi kitöltő volt, és voltak még ilyen egyéb országok. Volt többféle is, de a diagramon látottak voltak a leggyakoribb említések igazából. Nyilván azért, mert szomszédországok, szóval elég egyértelmű, hogy ott ugye vannak többen magyarok. Ennyi volt a demográfiai kérdés. A következőnek az olvasási szokásokat fogom megmutogatni.
Már csak azért is, mert az nem tartozik szigorúan a booktube-os kérdésekhez, viszont maguk az olvasási szokásokat felmérő kérdések a legvégén voltak a kérdőívnek, úgyhogy itt volt egy kis variálása, hogy melyiket mikor tárgyalom ki. Az első az, hogy olvasási szokások. Na most azok között, akik kitöltötték a kérdőívet, adtam meg egy nagyon hosszú listát műfajokkal. Természetesen volt egyéb opció is, hogyha valaki úgy érezte, hogy nem találta meg, amit szeretett volna, de én úgy láttam, hogy nagyjából mindenki megtalálta, amire kíváncsi volt, mert igyekeztem elég teljes körűen odaírni minden létező dolgot. A fantasy volt a legtöbb, ezen szerintem annyira nem lepődik meg senki. Aztán az ifjúsági, aztán a romantikus, és ami még sokat szerzett, az a klasszikus és a krimi volt, de egyébként a legtöbb, tehát ezek még így az 500 fölöttiek mind. Igen, tehát ez volt ez az öt volt az, ami a legtöbbet szerezte, de itt még a New Adult, felnőtt könyvek, kortárs könyvek, disztópiák, az is elég sok van, történelmi fikció. Az nagyjából így nézett ki. Aztán volt egy ilyen kérdésem, hogy ki hány könyvet olvasott az elmúlt 6 hónapban, és azért 6 hónappal dolgoztam, mert úgy gondoltam, hogy ezt a kérdőívet olyan emberek fogják kitölteni, akik egyébként aktív olvasók, és általában az ilyen olvasás-kutatásos szakirodalomban, amit találtam, mindenhol azt mondták, hogy valaki akkor számít olvasónak, hogyha az elmúlt 12 hónapban olvasott legalább egy könyvet. Ami, aki aktív olvasó, annak az nem tűnik soknak, szóval én úgy voltam, hogy jó lesz a 6 hónap, azt lehet, hogy jobban be is tudjuk lőni. Úgyhogy erről van egy ilyen kis ábrám, hogy ki mennyit olvasott fél év alatt, ez 1 és 20 kötet között, illetve 21 és 50 kötet között volt a legtöbb. Vannak ilyen extrémek, akik 150 fölött írtak könyvet, mi a tóligom az meg volt ezzel, hogy igen, olyan 1 és 50 között olvastak az elmúlt fél évben az emberek a legtöbbet könyvszámban. És ez a kérdéshez jött a további kérdés, hogy és ebből ugyan hány volt olyan, amit nyilván ez becslés volt, mert nem biztos, hogy mindenki ugye tudja, hogy mi az, amit feltétlen, de mennyi volt az, amit mondjuk a BookTube miatt olvasott el, vagy hogy volt-e, és ha igen, mennyi. Itt a legtöbb válasz egyébként arra jött, hogy 1 és 5 könyv között volt, szóval az már megint azt mutatja, hogy volt legalább egy, de hogyha megnézzük az egészet, tehát a legtöbb ember azt mondta, hogy volt legalább egy olyan könyv, amit a BookTube miatt olvasott el, ez ugye már a BookTube hatáshoz is sorolható eredmény, csak ehhez a kérdéshez kapcsolódik, ezért beszélek róla itt. Tehát ezzel már így föl lehetett vezetni az egészet, hogy akkor hány könyvet olvas az ember, és abból mennyi volt booktube-os. Szóval azért is szerintem így összehasonlítva a kettőt, az már egy egész szép szám. Nem mentem ilyen mélyebb fejtegetésekbe, hogy azok között, akik 1 és 20 könyv között írták, ez egy ennyire ilyen összevisszaságokat már nem csináltam, mert ez egy BA szakdolgozat volt, és ennyire nem mentem mélységeibe. Megvan egyébként a táblázat, szóval akár meg is lehetne csinálni, de én örültem, hogy annyi meg volt az oldalszámom, kész volt a szakdoga, és láttam, mert mindegy. Konkrétan csak az adott adatokat elemeztem ki, és ilyen keresztelemzéseket nem végeztem. Olvasási szokáshoz pedig még az utolsó kérdésem az volt, hogy milyen formátumban olvasnak a legszívesebben a nézők per kitöltők, és itt nyilván felsoroltam, hogy saját példány, könyvtári példány, digitális példány, azaz e-könyv per hangos könyv. Nem meglepő módon a saját példányt olvassák az emberek a legszívesebben, aztán jön a mi az könyvtári könyv, aztán jön az e-könyv, aztán jön a hangos könyv. Ez egy elég egyértelmű kimutatás, de itt van, be fogom úgyis vágni, hogy mindenki meg tudja nézni a részletes adatokat, mert nagyon szépen megcsináltam mindent, hogy jól nézzen ki. Az volt a legjobb része, hogy diagramokat állítottam össze. Na és akkor nézzük, ami már konkrétan a BookTube-ra vonatkozó kérdések. Szóval a következő kérdés, ami már BookTube-ra vonatkozott, az volt, hogy szoktál-e, hogy a kitöltők szoktak-e nézni BookTube videókat, vagy másfajta könyvajánló videókat, ugye nem biztos, hogy mindenki egyből tudja, hogy mi ez a BookTube videó, de gyakorlatilag az könyvajánló videó. Ennél 78%-a kitöltőknek azt írta, hogy igen, rendszeresen. 20% azt írta, hogy néha egyet-egyet, 1% azt írta, hogy nem hallott róla, és 1% pedig azt írta, hogy egyáltalán nem néz ilyen videókat. Ezután megkérdeztem, hogy és ugyan, akkor milyen rendszerességgel követnek BookTube csatornákat, erre szintén meg volt, hogy egyáltalán nem, évente néhányszor, havonta néhányszor, hetente néhányszor, naponta. Itt a hetente néhányszor az a fele volt a kitöltőknek, és a naponta meg a havonta néhányszor, nem tudok beszélni, pedig a további 30-45%, igen, szóval azért próbáltam úgy belőni, hogy olyan emberekhez jusson el maga a kérdőív, akik azért néznek BookTube-ot, mert nyilván olyan emberektől tudom megállapítani, hogy akkor azokra az emberekre, akik ezt nézik, milyen hatással van. De nyilván bekerültek olyanok is, akik nem néznek BookTube-ot.
azoknak annyira nem volt túl érdekes, azok mindenre nyomták a nemeket, gondolom a kérdőívnél. És akkor, ha már követünk BookTube csatornákat, akkor hány magyar BookTube csatornát követnek a kitöltők? A legtöbben azt jelezték, hogy 3 és 5 csatorna között követnek, de még sokan követnek 5 és 10 csatorna között is, meg még egy-két csatornát is viszonylag sokan követtek. Itt is volt olyan, hogy 10-nél többet, egyet sem. Próbáltam azért úgy megadni a válaszokat, hogy az is tudjon rájuk válaszolni, aki esetleg nem, az se tudja, miről van szó. Aztán miután, ha már megvolt az, hogy... hol van ez? Itt van. Ezután megkérdeztem, hogy oké, fel vagyunk iratkozva magyar BookTube csatornákra, melyikekre, de ezt úgy csináltam, hogy mivel nagyon hosszú lett volna a lista, hogyha minden jelenleg működő magyar BookTube csatornát kilistázok, azokat is, akik nagyon kicsik, meg minden, tehát minden, tehát a nulla feliratkozótól nem tudom mennyi most a legtöbb feliratkozós csatorna, hogyha ott az összes létező csatornát kilistázom, nem tudtam volna, mert szerintem nem is tudom az összes létező embert. Szóval csináltam egyet, hogy az alábbi népszerű magyar BookTube csatornák, ból, melyikekre vagy feliratkozva. És akkor volt egy olyan lehetőség, hogy egyikre sem, illetve egy egyéb is, hogyha valakit valaki úgy érzett, hogy én kiadtam, akkor őket be lehetett írni. Na most ebbe a listába az alapján válogattam még, mikor összeállítottam a kérdőívet, hogy ki az, akinek ilyen 3000 fölötti feliratkozó száma van, és abban az időszakban posztolt videókat aktívan. És akkor ez a lista ebből jött össze, de... Nyilván azért tettem bele az egyéb lehetőséget, hogy mindenkit oda lehessen írni. Valaki meg is tette. Egyébként volt olyan, aki még 30 embert oda felsorolt, és akkor így mindenkit kiírogattam egyébként kézzel. Mert amellé, hogy ezt felállítottam ezt a népszerű csatornákra, akik vannak feliratkozva, állítottam össze egy olyat, aki nem volt listázva itt, de mindenki írta őket. Szóval a 8. kérdésre az volt egyébként az eredmény egyébként nem volt túl meglepő, mert nagyjából olyan sorrendben jöttek ki az emberek a listában, amilyen a feliratkozó számuk. Tehát Evelyn lett az első, a legtöbb szavazattal, hogy rá vannak a legtöbben feliratkozva, és szerintem még mindig neki a legnagyobb a feliratkozó száma mindannyiunk közül. Utána voltam én, és akkor utána Edmond volt az, aki beelőzte a többieket, mert neki akkor olyan 3000 valamennyi volt, és például Andinak meg Helsznek is azt hiszem, hogy több volt, tehát hogy őket beelőzte, és ő volt így a harmadik legtöbbet szavazott ebben a kérdésben. Akiket pedig pluszban említettek, és a legtöbbször, az Vétót Katalin volt, illetve Tamara, őket nagyon sokszor, és itt az egész lista, mindenki itt így próbáltam belőni, hogy kézzel, nem tudom, 10-szer többször volt az egyébben említve, és akkor oda belistáztam, de igen, Tamara meg Vétót Kati volt, akit a legtöbbet pluszba beírtak. Igen, mivel az, hogy most ki számít népszerűnek, az most megint ilyen szubjektív kérdés, és akkor én próbáltam egy listát adni, de nyitva hagytam az opciókat. Ezek után pedig megkérdeztem, hogy akkor milyen típusú könyves videókat nézel, mint néző, szívesen. Nyilván itt is volt egy olyan, hogy nem néz videót, egyéb, hogyha valamit nem soroltam föl, de az ilyen standard BookTube videótípusokat felsoroltam, ugye a BookHaul, BookShift, Tour, TBR, WrapUp, meg ezek. Nem meglepő módon a könyvajánló jött ki legnépszerűbbre, ami ugye több könyves, tematikus könyvajánló, mert beleírtam, hogy könyvajánló több könyvvel, mert könyvajánló egy könyvvel, és a több könyveset preferálják az emberek. Illetve a BookHaul videókat, illetve a WrapUpokat. Ez a három legnépszerűbb volt, ezeknek lett a legnagyobb száma, de igazából mindegyikre elég sok szavazat érkezett. Aztán az, hogy egy héten a kitöltők hány könyves videót néznek meg, annak az lett az eredménye, hogy 1 és 10 között mondjuk, de 1 és 5 között a leggyakoribb. De igen, az 5-10-es kategóriára is még elég sokan szavaztak. Szóval körülbelül ez az, amit a nézők egy héten átlagosan megnéznek, saját bevallás alapján nyilván. És ugye, hogy nézés, akkor mennyi videót néznek a nézők, hogy egy általuk követett csatornának milyen gyakran nézik a tartalma. És itt a legtöbb, majdnem 60% azt válaszolta, hogy néhány kivétellel a legtöbb videót megnézi, 12% mondta azt, hogy minden feltöltést megnéz, 22% írta azt, hogy nagyjából a feltöltések felét megnézi, 7% azt, hogy ritkán, 1% pedig azt, hogy feliratkozott, de még egyet sem nézett meg. Amire még kíváncsi voltam, hogy ugyan milyen hosszú videókat néznek legszívesebben az emberek, és itt a 10-20 perc közöttiek lett a legtöbbet szavazott, mert az 67%-ot kapott, az, hogy 10 perc alatt az csak 12%-ot kapott, az 133 szavazatot jelent, illetve a 20-30 perc közötti videókat 17% mondta, hogy szívesen nézi. Szóval 10-20 perc közötti videók azok a
azokat nézik a legszívesebben ezek alapján. 13. kérdést ezt beletettem, ami az, hogy vettél már részt BookTube könyvklubban? Erre egyébként én azt hittem, hogy nagyobb lesz az igen, mert ez csak 18%, ami 206 embert jelent, és 909, azaz 82% azt írta, hogy nem vett még részt BookTube könyvklubban. De magában a szakdugában ide beszúrtam egy olyan részt, hogy oké, erre ez jött ki, mert valószínűleg akkor a kitöltők között nincsen olyan sok könyvklubos, viszont végignézegetve az összes könyvklubos könyvet, ami így volt, ugye amióta a Mojnak bejött az a statisztikája, hogy meg lehet nézni a statisztikáknál visszamenőleg, hogy melyik könyvet hányan olvasták az adott hónapban, ott azért látszódik, hogy mindegyik könyv, ami BookTube könyvklubos volt, abban a hónapban kiugrás van nála. Tehát például azt hiszem a Medve és Csalogánynál volt egy ilyen nagyon magas kiugrás, amikor közös könyv volt, a Titkos kertnél, de a legtöbbnél azért látszik, hogy melyik hónapban volt BookTube könyvklub, úgyhogy azt legalább bele tudtam írni a szakdogába. Még akkor is, hogyha itt úgy tűnik, hogy a nézők nagy része nem vesz részt magában a könyvklubban, de jó, hogy besötétedett. 14. kérdés az volt, hogy került-e már az embereké elé, korábban számunkra ismeretlen könyv, a BookTube videókon keresztül, ami megtetszett nekik. Ez egy csodálatos mondat volt, de nagyon nehéz volt, hogy be kellett specifikálnom, hogy ismeretlen könyv legyen, olyan, ami megtetszett, és BookTube-on keresztül. Ez egy csodálatos meló volt itt megfogalmazni egyes kérdéseket. Itt egyébként 74% írta azt, hogy többször is előfordult már ez, 20% pedig azt, hogy néhány alkalommal, 6% pedig azt, hogy ilyen még nem fordult elő vele. Következő kérdés, vettél-e már könyvet a BookTube miatt? Én igen, de az emberek 57%-a azt írta, hogy többet is, a 26% pedig azt, hogy 1-2 csak, 17% pedig azt, hogy egyet sem. Na most ugye itt össze lehet keresni az összefüggéseket a között, hogy kik azok, akik nem néznek BookTube-ot, és ugye nyilván akkor nem is vettek könyvet. A 16. kérdés az volt, hogy van-e olyan BookTuber, akinek az ajánlásait a kitöltő a legtöbbször megfogadja, mert nem szokott az ajánlásaiban csalódni. 75% számára van ilyen BookTuber, 25% számára pedig nincsen, szóval ez egy elég jó aránynak gondoltam ezt is. 17. kérdés, itt egymást követték igazából a kérdések, tehát így valamennyire egyikből jött a másik. Tehát a következő az volt, hogy volt-e már olyan könyv, amit valaki kifejezetten a BookTube miatt vett meg, vagy BookTuber ajánlására vett meg, elolvasta és tetszett is neki, tehát elégedett volt az ajánlással magyarul. 55% azt írta rá, hogy igen, több is, 30% azt, hogy egy-kettő ilyen volt, 15% pedig azt, hogy ilyen még nem fordult elő vele. Itt ugye nem a vásárlásra gondoltam, hanem arra, hogy el is olvasta és tetszett is neki, tehát itt az is lehet, hogy nem vette meg. Igen, és ezek után, ha már ott tartottunk, hogy BookTube ajánlására könyvet venni és elolvasni, akkor arra voltam kíváncsi, hogy melyikek voltak azok a könyvek, amiket BookTube hatására vettek meg és olvastak el az emberek. Ez két külön kérdés volt, hogy melyik az a könyv, ami a BookTube hatására keltette fel az érdeklődését az embereknek, és mellette volt ez a kérdés, hogy és melyik volt az a könyv, amit el is olvasott BookTube hatására. Itt nem kérdeztem meg, hogy elégedett volt-e, csak azt, hogy elolvasta-e. Mivel 2020 volt ez az év, amikor a Tom Mód nyomtuk a Ház az égszínkék tengernél, ezért mind a két kérdésre ez a könyv jött ki torony magasan, de tényleg, tehát arra, hogy melyik volt, jó, igazából úgy tettem fel magát a kérdés, egy népszerű könyv, amit a BookTube miatt olvasott el, per talált meg az illető, de azért azt gondoltam igazából a népszerű alatt, hogy akkor jobban lesznek olyanok, tehát hogy többször lesznek említve ugyanazok a könyvek, mert nyilván nem csak népszerű könyvvel lehet találkozni a BookTube videókban, de azt a legegyszerűbb így belőnöm, hogy az volt a legegyszerűbb belőnöm, hogy akkor az lehet, hogy lesz átfedés a válaszok között. És hát igen, a Ház az égszínkék tengernél 194-en írták, hogy a BookTube keltette föl az érdeklődését iránta, illetve további 90-en azt írták, hogy el is olvasták. Na most a kettő nem feltétlen. Tehát a két válasz lehetőséghez nem feltétlen fették egymást, hogy fel is keltette és el is olvasta, mert volt olyan, hogy a fölkeltettéhez odaírta, de az elolvasához nem, vagy az elolvasához odaírta, de a fölkeltettéhez nem. Tehát ezt két külön kezeltem. Egyébként itt volt egy ilyen top 10-es lista, tehát az, hogy legnépszerűbb könyv, ami felkeltette a nézők érdeklődését, az a Ház az égszínkék tengernél, a Könyvkötő, a Karavál, a Brilliáns barátnőm, az Achilleus dala, az Ahol a folyamirákok énekelnek, a Villámtolvaj, úgy érzem, ebben benne volt az én kezem is, a Tüskék és rózsák udvara, a
holnap, ami az Muszó, azt hiszem, illetve a Lányrablás Budapesten. Amit el is olvastak a nézők, Ház az ég színkék tengernél, Tüskék és rózsák udvara, a Villámtolvaj, Karaval, ahol a folyamirákok énekelnek, a könyvkötő, Lányrablás Budapesten, Achilla úszdala, Üvegtrón és Brilliáns barátnőm. Eléggé hasonló lett a két lista, de egyébként van egy ilyen long listám, vagy nem tudom, hogy így sorba rendeztem, hogy mit hányszor említettek, és egyébként elég sok olyan könyv volt az említettek között, amik BookTube könyvklubosak voltak, vagy könyvkempinges közös könyvek voltak, tehát azért az látszik, hogy azt sokan írták, tehát itt van egy csomó bezöldítve, hogy azonnal jött. De a Ház az volt az abszolút kedvenc, mármint, hogy az volt, azt nyomtuk meg a legjobban, ez is mutatja. De igen, volt még itt egy csomó, tehát nem tudom, Medve és csalogány, Egy élet a bolygónkon, Nimona, Fák titkos élete, fiú, akit karácsonynak hívtak, Kerion, Familiárisok, Minden szívkaput nyit, Így neveld a sárkányodat, az valószínűleg tőlem jött. Van itt minden, tényleg, a Familiárisok, Velünk véget ér, Menderli ház asszony, A büszkeség és balit élet, Evelyn hétférje. És ezek után az utolsó kérdés, amiről még nem beszéltem, hogy a BookTube szerettette-e meg az adott kitöltővel az olvasást. Erre azért voltam kíváncsi, mert nekem már jött olyan kommentem valamikor, hogy miattam kezdett el valaki olvasni, ami tök jó motiváció, meg nagyon jól esik szerintem, hogy én is például nem szerettem régen olvasni, és akkor most már ezzel másokat is motiválok, hogy ezt csinálom az olvasásra, ami szerintem egy tök jó dolog. Úgyhogy olyan válasz lehetőségeket adtam meg, hogy igen, a BookTube szerettette meg velem az olvasást, igen, a BookTube videók hozták meg a kedvemet, nem, már előtte is szerettem olvasni, előtte is szerettem olvasni, de a BookTube miatt újra kedvet kaptam, és ha nem szeretek olvasni, ebből csak szerencsére 5 ember volt, úgyhogy nagyjából megtalálta a közönségét a videó. Furák a fények, tök jó, hogy most változik. Nyilván, aki már a BookTube előtt is szeretett olvasni, az volt a legtöbben, az 873 volt az 1115-ből. Viszont nekem nagyon tetszik, hogy a BookTube videók hatására 33 emberrel legalább megszerettettük az olvasást így a BookTube-on kollektíven, ami szerintem egy szép szám, illetve további 204 embernek újra meghoztuk a kedvét az olvasáshoz. Úgyhogy nekem ez volt a kedvenc kérdésem és a kedvenc eredményem az egész kutatásból. Szóval nagyjából ez lett az eredménye ennek a kutatásnak, ebből így le lehet vonni a következtetéseket. Itt még tényleg lehetne az adatokba mélyebben beleáskálódni, de mivel nem kellett a szakdolgozatomhoz, azért nem tettem meg, majd ha egyszer úgy érzem, hogy nagyon unatkozok, akkor lehet, hogy ilyen kereszttáblázatokat is létrehozok, hogy nem tudom, a fővárosban lakók közül hányan néznek meg 5 videót egy héten, és akkor ezekből is nyilván lehetne további következtetéseket levonni, de ez továbbra is egy BL szakdolgozat volt, úgyhogy nem kellett szerencsére ilyen mélységekbe mennem. Akkor így igazából mindenki láthatja, hogy mi lett a vége magának a kutatásnak, szóval ha valakit ezen túl érdekelne a dolog, akkor majd valamikor elvileg a Szegeden el lehet majd olvasni a könyvtárban. Én legalábbis így tudom. Még egyszer köszönöm mindenkinek, aki ez egyébként hozzájárult, hogy ez ilyen sikeres legyen, mert nem számítottam rá, hogy több mint 1000 válaszom lesz. Most már így 2 hónappal a szakdolgozatvédés után pedig végképp úgy érzem, hogy most már ezt így megmerem osztani, hogy akkor ez van, ez lett. Ez így jó volt, ezt így elfogadták, ez így ilyen volt. Kicsit nehéz volt hozzá szakirodalmat találni, mert az nincs hozzá sok, de pont eleget sikerült összeszednem. Úgyhogy tök jó lett, ez egy olyan téma volt, ami érdekelt. Kíváncsi is voltam rá, hogy amúgy ez vajon milyen eredményt adhat, úgyhogy ez lett az eredménye gyakorlatilag, amit én most felsoroltam. Igazából csak ez van kifejtegetve a szakdogában, meg egy kis elméleti háttér az egész BookTube-hoz, meg az olvasás kutatáshoz, mert ugye ez abba a témakörbe tartozik bele. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!